Szép napot kívánok, kollégák! Hát, megint egy új dolgot hoztam el nektek, mert hát ritkán látni ilyet a csatorna történetében, meg úgy a családban is, hogy a New Holland mögött munkagép van. Itt nehéz munkagép, nem csak permetező, meg a vetőgép, meg a krumplinak a cuccai. Hát, hogy is történt ez? Ez úgy történt, kérlek szépen titeket, hogy hát én pénteken, vagyis hát egész héten, ugye őszi szünet volt. Hát én pénteken mentem ugye tankolni az MTZ-vel itt, amit lehet látni, ezt szántottam a hét második felébe. Majd megmutatom. Még megyünk egy-két kört, és akkor majd utána megmutatom, hogy miért is lazítjuk mi ezt a krumplifődet, vagy krumplifődet, kukoricafődet. Mert ugye van nekem az előző videóm egy tárcsázós vlog, ami egy másik kukoricaföldön történt. De viszont ugye ez azért volt megtárcsázva, mert ott még ettől is rosszabb volt a tarlom, mondjuk ez is meg van tárcsázva, mert unokatesó még megtárcsázták. De az még rosszabb volt. Ugye ott is az volt a problémánk, hogy nem akart belemenni az eke. Ugye annyira szárazság van felénk, meg ugye az egész országba, hogy nem akart belemenni. Próbáltam, de nem. És ugye ami már itt föl van szántva, azt az ugye meg lehet lazítózva. Meg ugye ott volt a krumpli, meg ilyen húzaföld volt, meg zöldítés, meg minden borsó volt ott. És akkor, na hát hogy is történt? Ugye én a héten szántogattam, felszántottam a saját földeket, utána elkezdtem a családtagokkal közös földeket szántani, és pénteken kérdeztem a kútnál, ahol szoktunk tankolni, hogy mi lesz hétvégén? Nyitva lesznek-e, stb. Tudunk-e jönni tankolni? Hát, közölték velünk jó hiszeműen, hogy nem lesznek hétvégén, vagyis úgy volt, hogy hívnak, hogy mi lesz. Adtam is egy telefonszámot, hát elfelejtettek felhívni, mindegy. Na mindegy, és akkor, na jó van, mondom, akkor én szombaton reggel kimentem, mondom, megnézem, hogy nyitva vannak-e. Nem voltak, úgyhogy szombaton a maradék gázolajat kiszántottam, elpöfögtem szántásba, aztán miután végeztem a szántással, kérdeztem fatert, hogy na akkor most mi legyen, aztán mivel otthon sem volt már gázolaj, ugye balomba, így úgy döntöttük, hogy a gyümölcsösökbe akkor letéliesítünk, összeszedjük a slagokat, meg nagyjából elrendezzük a szöllőket, gyümölcsfákat arra, hogy január környékén már csak metszeni kelljenek a szöllőt, meg a többi dolgokat, meg tavassza, ne kelljen azokkal már idén foglalkozni. Így telt a szombatnak a másik fele. Aztán, miután ugye nem akart belemenni a zeke, így megbeszéltük apával, hogy ha ma New Hollandba van gázolaj, meg majdnem tele a tank, akkor eljövök így vasárnap kedvéért, meglazítózom, amit tudok. Úgyhogy így kerültem ide. Vagyis elsőnek arról volt szó, hogy ő jön el vele. Aztán reggel közölte, hogy hát neki nincs olyan kedve hozzá. És nem így közölte. Csak hát kérdezte anya, hogy hát mit csinálok ma? Mondom, itt hol leszek. Aztán apa rögött egyet, mondom, na mi van? Azt mondja, hát én úgy gondoltam, hogy te mész a New Hollandra. Ja, mondom, jó van akkor. Úgyhogy most kicsit kiélem
idézel magamat, mert hát ahhoz képest, hogy november eleje van, marha meleg van, meg száraz a föld, úgyhogy még mindig a klímában élem magamat, hogy itt van klíma az MTZ-ben, meg nincs. De térjünk is vissza a munkához, aztán majd, hogyha eszembe jut valami, akkor még úgy mesélek. Szóval, ugye megöttem a kis háromkéses Jimpa lazítónk van, amit a Szegán a Kft. Forgalmaz, ha valakit érdekel. Ugye én nyáron ezzel lazítottam buzatarlókat az MTZ-vel, ugye ott is teljes mélységbe le volt rakva, viszont ott nem volt akkora szármaradvány, így én azt a belátást láttam, hogy a határolón, a tengernél, a felső furatba beraktam a csapot, így egy pár centivel följebb van, hogy így a nagyobb szártömeg, meg az ilyen sok levél, meg csuta, meg minden át tudjon könnyen slisztani, nehogy összehúzza nekem a lazító, mert azt nem a legjobb leszántani. Menetsebességünk 6 és 7 km per óra között. Hiába érzem azt, hogy ebbe a traktorba több erő lenne, mint az MTZ-be, meg ugye a nagyobb pacskerok miatt többet tudna a traktor, akkor se szekáljuk, amivel az MTZ-be kényelmes, idézőjelben kényelmesen elhúztam, azzal a New Holland is elviszi. Ugye első hajtás be van kapcsolva, most ide jövök a szántáshoz, majd itt valahova berakok egy képet, hogy ez mekkora is ez a föld, és akkor most beszélünk egy kicsit a lazítóról is, meg hogy megmutatom, hogy miért is kell nekünk lazítózni. Ugye hát van itt a mélységünk, ezzel nincsen probléma, mert remélem majd azért szél nem fúj bele, mert ugye van itt egy mélységünk, ez nincs ez a probléma, hanem elkezdtem én szántani a kukoricitarlót, ugye össze az egésze, és jó, békúzta a nyomenetet, nem akart belemenni, viszont körülbelül a közepétől belekapott. Na viszont, mikor jöttem másodjára, mondom, csak belekapunk, nem akart belekapni. Hát most körülbelül itt kapott bele, ez körülbelül a föld végétől egy olyan 10 méter? 10, 15? Több nincsen, szerintem. És ez így szar. Hát körülbelül ez a mélység, amit a tárcsával megforgattak, abba belekapott. Úgyhogy ez így nem kóser, ezáltal mi ugye meglazítózzuk, ugye az ágyeke belekap, majd mesélek még egy történetet, de ha el nem felejtem, de most átsétálok a szántás másik felébe. Ugye, mint látható, elég nagyokat szakít így is az ekénk. Ahogy lehet látni. De mindjárt itt mutatom, ugye ez meg van lazítózva. Meg kapott egy műtrágyát, de itt ha megnézitek végig, itt tökéletes, ugye hát ez meg lett lazítózva, úgyhogy ennyit szántottam föl pénteken meg szombaton. Hát most mit mondjak nektek, ez 5 hektár talán, durván körülbelül 4-5 hektár környékén van egy tanka. Ja, durván egy tank. Gázolaj, ez 4 hektár. Azt beszéltük apá, hogy körülbelül az egész
tábla egy 6 hektár környékbeli, úgyhogy most mérsétel kell, mindegy, megmutatom itt is a borozdát nektek. Szántás egyenességét ne nézzétek, lazítózott földbe szerintem nem lehet tökéletesen sík szántást csinálni, az meg, hogy olyan egyenes, mint a nem mondom ki mi, az arról én meg már nem tehetek. Ha volt olyan, hogy mentem így, szántottam, azt akkor telefonozgattam, meg ettem, meg minden, ugye hát mellett közben is lehet enni, nem kell itt megállni. Aztán volt olyan, hogy így, bazd meg, azt vettem észre, hogy hopp, itt kiment a borozdába, hopp, rámentem a szántásra. Ugye van, mikor ezek a nagy hantok, amiket főszakít, belebukik a izébe, a borozdába, aztán nem figyeli az ember, akkor képes kidobni az izét, a kereket. Hát olyan kemény, mint a dög. Na, közben megyek, sietek vissza a lazítóhoz. Környéken nem dolgozik senki ma. Még én vagyok ilyen, csak hogy vasárnap dolgozok. Szóval, ugye van egy rögtörő hengerünk. Ezeket itt kiszedjük. Rögtörő henger. Ugye erről beszéltem, hogy itt a felső furatba be van rakva a csap. Ennyi a különbség, az nekünk pont elég, hogy egy, az pár centivel följebb legyen a talajtól, így a könnyebben át tud slisszanni a szármaradvány. Ugye gyári kések, gyári kopó kés, ja. Minden a gyári még. Nem egy mai csirke már, de elég sokat kibírt már, ugye azt mondom, a henger az, ugye az 2008-as, akkor a lazító olyan 2006 környékbeli, mert a henger az külön lett véve. Úgy veszitek, lazítunk vele egy csomót évente, és elég sokat bírnak a kései. Szerintem egy 5 évet még simán kihúznak. Ugye a műtrály tartály, ami rajta van, az a szöllő miatt van rajta. Lánccal a henger által történik a meghajtása, ami most le van véve, hogy fölöslegesen ne kopjon, mert nem kell. Ez a lemez mindig főhajlik, úgyhogy kell majd ide egy merevítést kitalálni. Ugye ez ilyen lánc takaró lenne, hogy a homok meg az ilyenek ne basszák össze ugye a láncszemeket, beolajzott láncszemet. Úgy más érdekesség nincs róla. Mélységben mit tudunk? Hát egy 50 centit körülbelül. Az nekünk bőven elég ahhoz, hogy 25-30 centi között a zekével főszántjuk. Már ahol ugye nem dobja ki. Vagyis azt szeretnénk, hogy nem dobja ki. Ugye három kés húzunk, paripánk egy 99 lóerős, T5.95-ös elektrokommand váltóval szerelt New Holland traktor, 715 üzemórával, hibátlan gép, semmi probléma nem fordult még elő vele, és lekopogom, hogy ne is legyen. Közben menjünk visszafele, mert így nem haladunk, mert sose végzünk a földdel. Mondjuk ez, azt beszéltük apa, hogy körülbelül 2 hektár volt ez a kukoricarész. Ugye sose szoktuk számolni, hogy most mennyi. Ezt jól elbasztam a legelején, majdnem már beleúztam az útba, azt, hogy odaért az út, gyere hátrébb, odaért az út elejéhez, széléhez, hasított egy akkorát a földből, hogy ahogy fölemeltem, kifordította a homokot, vagy földet az útra, majd
vissza lesz dobálva. Várj, ezt nekem vissza kell vennem hatra. Jó, előre van. Leengedtük. Adunk neki egy kis gázt. Ez hat szója. Ugye hát van egy ilyen jellegzetes kis visító hangja a gépnek. Ugye nem megyünk vele full gázon, fölösleges. Nem egy MT-zi, hogy pörgetni kelljen, ugye más az áttétel. Sokkal jobb szerintem ezért, mint az MTZ-é. Ugyan 1800-1900 forog. És akkor most itt szépen 6-6-tal, 6,7-tel húzzuk a lazítót, le van rakva. Erőszabályzónk 6-oson van. Be van állítva, hogy teljesen felvegye. Ugye itt a tekerőbe. Hogy milyen gyorsan emelje és süllyesze, az körülbelül olyan félálláson van. Az erőszabályzónak a gyorsasága meg majdnem teljesen minimálison, hogy ne ráncigáljon hirtelen a hátulját, hanem azért viszonylag finoman mozgassa. Úgy más érdekesség ugye nem kell ehhez. Annyi, hogy ugye a másik, az előző késnyom mellett megyünk, minél kisebb legyen a két menet közti távolság, hogy rendesen megszakítsuk a talajt. Ja, amit mesélni akartam még, ugye unokatesom a Landinivel szánt, viszont ő nem az ágyekével, hanem egyik ismerőstől, ismerősétől kölcsönbe kért egy Healthy Pluto nevezetű ekét. És hát ugye hát az belemegy a földbe, ugyanúgy ugye hármas, meg hármas eke, viszont könnyű vázas. Ugye nem nehéz vázas, nem a titán típusú a Healthy-ből, hanem a könnyű, most súlyt nem tudok, hogy milyen nehéz lehet az az eke. Na mindegy, az a lényeg, hogy koricaföldet szántott egész héten. Aztán ma reggel találkoztam vele, amikor mentem a lazítóért, és hát hegesztett a kormánylemezeket, mivel ugye hát na, azok a kukoricaföldek még nem lettek meglazítózva. Úgyhogy gondolhatjátok, hogyha nekem az ágyekém nem ment bele, viszont az belement, és hát felszakította a talajt, hogy az mit kaphatott. De hát ez sajnos ilyen, mert most azt sem mondom, hogy el vagyunk késve, azt sem mondom, hogy korán vagyunk, mert tavaly is ilyen tájt szántottuk, ugye az őszi mélyszántásukat már, és az a baj, hogy az ember hiába nézi az időjárást is, az előrejelzéseket, nem nagyon akar esőt mondani számunkra, ami elég szomorú és elég borzasztó, hogy mondjuk most állítólag a Duna vízszintje emelkedett, mert hát ma lassan csak egy pocsolya lenne, úgyhogy hát ha kapunk valami esőt, azért még nem lenne rossz. Viszont a buzaink elég tűrhetően már ki vannak kelve a meleg által, viszont hamarabb is kikelhetett volna. Ugye, hogyha lett volna nedvesség neki, esegetett azért úgy az elmúlt hetekben, de nem volt az igazi eső. Meg emlékszem, hogy volt, hogy
tavaly is sár volt az út, a földúton, és akkor most pocsajába forgolódtunk a traktorra. Most meg, mit látok, szántok azt, akkor jobban porzik a föld utánam, mint hogyha nyáron dolgoznék. Elég érdekes. Érdekes dolgok ezek. Összehúzod nekünk? Össze, hát. Összehúzta a szalmát, vagy a szalmát, az ilyen csuhé maradékot. Na, engedd be. Oké, most szépen átengedte. Nem kihúzom az útra. Még egy menet volt ott. Jaj. Úgyhogy még nagyon furcsa számomra ezzel a géppel dolgozni. De hát... reméljük majd közeljövőben lesz vele több videó is. Viszont hát ugye sokan kértétek egész évben, hogy legyen már róla videó. Hát én igyekeztem. És hát szerintem azért két videó lett róla az évbe, úgyhogy azt sem mondhatjátok, hogy nem teljesítettem, amit kértetek. Jó, azért forzik, de nem úgy, mint hogyha szántanék. Érzitek, hogy hiába rugózott a fülke, elég jól dölöngélünk a... Ugye hát most majdnem mind a két kerék a izén megy, vagy hát mi a rajta is mennek a izén, a két lazítozott részen, és hát elég jól dölöngélünk rajta. Összehúzta, nem tudom mennyire láttátok. Ott próbáljuk, hogy letesszük, és akkor elindulunk, mit alkot. Jó, átjött rajta. Csak hát majd ugye erre figyelni kell, hogy azért nagy kupacot ne húzunk össze, mert hát a jóisten se fogja lefordítani a föld alá. Bácsi, jót teker a biciklivel? Nem, hogy én is vasárnap délután gáltam biciklizni. Mert ugye az erdő mögött ott van a Duna. És ugye aszfaltos a gát. Nem, hogy bicikli. Izé, lemennénk pecázni, vagy valami. Mit annan dolgozni. Nem baj, pár hét, azt akkor vége lesz a szezonnak. Azt akkor majd bepótoljuk. Hát tényleg annyira nem szokás pecázni, vagyis én nem tudok róla. Aztán, hogyha majd még tudok hozni az NH New Hollandról videót nektek, akkor azt megteszem.
akkor maradunk a jó öreg MTZ-nél. De hát majd még azzal lesz idén videó, úgyhogy ne csüggedjetek. Viszont hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok rá a like gombra. Jaj, most jön rám a befőghetnék, jön fel a vasárnapi ebéd. Úgyhogy még egyszer. Szóval ha tetszett a videó, nyomjatok rá a like-ra. Ha szeretném mi hamarabb értesülni a videóimról, akkor ne felejts el rákattintani a feliratkozás gombra és a kis csengőre mellette. Minél előbb értesüljél az újonnan feltöltött videóimról. Bármi kérdésed van, vagy van valami építő jellegű kritikád, nyugodtan írd meg kommentbe. Szívesen várom, és hogyha tudok, akkor válaszolok. Ha meg építő jellegű kritika, és normális, akkor lehet megfogadom. De mindent szívesen várok, kivéve a fikázást, mert aznak semmi értelme szerintem. Úgyhogy köszönöm, hogy megnézted a kis videómat. Én MG Miki voltam. Sziasztok! Jó próbálkozik mai zenét. Yeah.